A Fidesz hajdúszoboszlói szervezete mutatta be polgármester jelöltjét és képviselő jelöltjeit augusztus 18-án. A párt mind a 8 körzetben indít jelöltet. A sajtótájékoztatón Györgyi Zoltán a Fidesz hajdúszoboszlói szervezetének polgármester jelöltje ismertette célkitűzéseiket. Munkánkkal, munkabírásunkkal, tapasztalatunkkal, kapcsolati tőkénkkel, dinamikánkkal szeretnénk hozzájárulni az elkövetkező nem 4 év, hanem most már első ciklusban 5 év önkormányzati munkájához, és szeretnénk ahhoz is hozzájárulni, hogy Hajdúszoboszló a potenciáját, a benne rejlő potenciáját maximálisan kihasználva tudjon fejlődni, és egy olyan jövőképet szeretnénk majd megcélozni, amely ahhoz segíti a hajdúszoboszlói embereket, lakosokat, tekintet nélkül egyébként mindennemű hovatartozásukra, hogy mind az életminőségük, mind pedig a komfortérzetük javuljon egy fejlődő Szoboszló láttán. Györgyi Zoltánt, a párt polgármester jelöltjét arról kérdeztük, miért döntött úgy, hogy vállalja a jelöltséget. Életem minden területén, így a munkában is a tartalmas, értelmes kihívásokat és feladatokat kerestem mindeddig, és szerencsém volt, mert mindig meg is találtam ezeket a kihívásokat. Igazából most is ez motivált, egy olyan tartalmas és a közösség érdekeit szem előtt tartó és képviselő kihívásnak érzem a polgármesteri feladat tartalmat, amely mindenképpen az eddigi élettapasztalatomat, szakmai felkészültségemet illetően annak a továbbadására, továbbnyújtására serkent, és meggyőződésem, hogy mindezzel és azzal a tenni akarással, amit szeretett városunkért, Hajdúszoboszlóért és annak közösségért szeretnénk mindannyian, így nyilván én is tenni, hozzá tudunk érdemben járulni ahhoz, hogy a város lakossága fejlődést érezzen, a város lakosságának a közérzete, a komfortérzete, az életminősége az javuljon. Természetesen ez nem megy másképp, mint a város fejlődésével, közös munka nyomán. Bodó Sándor, a Fidesz országgyűlési képviselője elmondta, hogy egy ilyen politikai megmérettetésen nem lehet más céljuk, mint a győzelem. Természetesen ez nem öncélú győzelem. Mi legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy a város lakóinak, a város igényeinek tudjunk megfelelni. Ehhez válogattuk össze jelöltjeinket, a polgármester jelöltünket, képviselőjelölteket, és hát ők azok, akikben a bizalmunk maximális. A következő időszakban ők a saját programjaikkal meg fognak jelenni hamarosan, illetve a képviselőtestület összetett programjával. Ezzel szeretnénk a támogatást elnyerni a szoboszlón élőktől. Ez mind-mind olyan program, amelyet az emberektől, az itt élőktől próbálunk begyűjteni. Azok az elképzelések, amelyeket hallunk itt jártunkban, keltünkben, illetve hát összevetjük azokkal a lehetőségekkel, amit a következő időszak tartalmaz számunkra. A Fidesz hajdúszoboszlói szervezete az egyes körzetben Kocsis Róbertet, a megyei közgyűlés alelnökét indítja, aki több évtizede dolgozik Hajdúszoboszló közéletében. A kettes körzetben Képíró Ákos a pártjelöltje, a fiatalembernek nincs önkormányzati múltja, viszont széleskörű ismerettséggel és érdeklődési körrel rendelkezik. A hármas körzetben egy tapasztalt politikus, Harsányi István, a Bocskai István szakiskola igazgató helyettese indul, aki több ciklusban végzett már munkát, és jelenleg is képviselő. A négyes körzetben a szintén jelenleg is képviselő és nagy önkormányzati tapasztalattal rendelkező Majoros Petronella a jelölt. Az ötös körzetben Szüllősi Kálmánné, a hajdúszoboszlói gyermekotthon vezetője indul, aki több mint 30 éve dolgozik a gyermekvédelem területén. A hatos körzetben Örvendi László, a Magosz országos alelnöke és megyei elnöke a jelölt, aki szintén több ciklusos képviselőkhöz tartozik. A hetes körzetben Kocsis Tamás Attila, a járási földhivatal volt vezetője, és a Hortobágyi Gémmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója indul. A nyolcas körzetben a Fidesz jelöltje a jelenleg is képviselő és nagy önkormányzati múlttal rendelkező Pap Jenő.